Jó reggelt kívánok, 2022. március 7-én, hétfőn. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édes atyánk, megköszönjük neked, hogy egy újabb hetet kezdhetünk el ezzel a munkanappal, bár a hét már tegnap megkezdődött, azzal a hetedik nappal, amelyet te arra rendeltél, hogy azon téged imádjunk és pihenjünk. Köszönjük a pihenést, Istenünk! Köszönjük azt, hogy volt lehetőségünk élni az úrvacsorával, és megtisztítasz bennünket minden bűntől, amelyet megvallunk neked. Kérünk, Istenünk, hogy te áld meg ezt az egész hetet, áld meg a bőti időszakunkat is, és hadd kerülhessünk közelebb hozzád. Ha kedves te erődted, szóríts meg most is a te igéd által. Szent Lélek, Isten, kérünk, légy közöttünk. Amen. Isten igéjét olvasom, a mai napra rendelt ószövetségi igeszakaszt Sámuel első könyve 20. részéből, a 35. verstől a 42. verssel bezárulok a következőképpen. Reggel azután kiment Jónátán a mezőre, a Dáviddal megbeszélt időben, és egy kisfiú volt vele. Ezt mondta a fiúnak: szaladj és keresd meg a nyilakat, amelyeket kilövök. A fiú elfutott, ő pedig úgy lőtt ki egy nyilat, hogy túlmenjen rajta. Amikor a fiú arra a helyre ért, ahová Jónátán a nyilat lőtte, Jónátán utána kiáltott a fiúnak: messze előtted van a nyilam! Még ezt is utána kiáltotta Jónátán a fiúnak: siess, fuss, meg ne állj! A fiú fölkapta Jónátán nyilát, és visszament az urához. A fiú semmiről sem tudott, így csak Jónátán és Dávid értette a dolgot. Azután odaadta Jónátán a belelevő fiúnak a fegyvereket, és ezt mondta neki: eredj, vidd be a városba! A fiú elment, Dávid pedig fölkelt a kő déli oldala mellől, arcával a földig hajolt és háromszor leburult. Azután megcsókolták egymást, megsiratták egymást, míg csak Dávid erőt nem vett magán. Akkor ezt mondta Jónátán Dávidnak: menj el békével. Abban pedig, amiről mindketten megesküdtünk az Úr nevére, legyen az Úr a tanú közöttünk és utódaink között mindörökre. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérek, soha nem könnyű a búcsúvétel attól, akit szeretünk. Ha igazán szeretünk valakit, akkor azért nem szeretünk elbúcsúzni tőle, mert féltjük, és tulajdonképpen saját magunkat sajnáljuk. Sajnálnánk, ha nem találkozhatnánk többet vele. Sajnálnánk, hogyha nem láthatnánk többi. Tulajdonképpen azt látjuk, hogy itt két igaz barát búcsúzik el egymástól. Dávid és Jónátán. Korábban azt olvastuk, hogy összefort a lelkük. Azt olvastuk, hogy egész lelkével megszerette Jónátán Dávidot. Tulajdonképpen olyan fajta vonzalom van közöttük, amely nem szerelem, ezt mindenképpen hangsúlyozni kell, hanem az az igaz szeretet, amely két ember között talán legmagasabb fokon kialakulhat. Azáltal, hogy búcsút vesznek egymástól, az fogalmazódik meg, hogy kevesebb leszek nélküle. Ezért fájdalmas a búcsú, és többféleképpen búcsúzhatunk. Az egyik leggyakoribb a kézfogás, az ölelés, a puszi. Erről olvasunk itt is. Illetve van olyan a kényszer búcsú, amikor utolsó útjára kell kísérni egy igaz barátot. Jónátán megmenti Dávidot többször is, elsősorban apja Saulnak a haragjától, olyannyira, hogy van, amikor Saul képes a saját fiára, Jónátánra kezet emelni, ugyanúgy dárdával céloz rá, mint Dávidra. Jónátán és Dávid korábban szövetséget kötnek egymással. Azt a szövetséget, hogy noha Jónátán a trónörökös, ő lenne hivatalosan Saul fiaként a királyságnak az utódlására kijelölve, de látja azt, hogy Dáviddal van az Úr. Nem tudom, Dávid elmondta-e Jónátánnak, hogy ő már felkent király, de még nem léphet Saul helyébe. De hogy Jónátán ezt megérzi, az biztos. És éppen ezért látja azt, hogy mivel Dáviddal van az Úr, az apjával pedig nem, szövetséget köt Dáviddal, megígérteti vele, hogy nem emelkezett az utódaira. Mert abban a korban az volt a szokás, hogy aki a trónra törhetett volna, azt igyekezték családostól kiirtani, ezzel biztosítva a trónnak az öröklését.
Jónátán tud hátralépni. Meglátja azt, hogy Dáviddal van az Úr, hogy ő lesz az új király, és ezért tud hátralépni. Tudok-e én hátralépni? Különösen is ebben a bőti időszakban. Tudok-e háttérben maradni? Tudok-e a másik javában úgy közben járni, úgy a másik javáért tenni, hogy nem lépek előre, hanem inkább hátralépek? Egy titkos jelet is meghatároznak a nyilak kapcsán, hogyha azt mondja a fiúnak, aki majd felszedi a nyilakat, hogy mögötte vannak a nyilak, az azt jelenti, mint egy védelembe, fedezékbe van, visszatérhet Dávid a király udvarba. Ha azt mondja, messze előtted, fuss még, akkor az azt jelenti, hogy menekülnie kell Dávidnak. A fiú nem érti, hogy mi ez, de Jónátán és Dávid igen, ezért a fiút beküldi a fegyvereivel Jónátán a városba. És ekkor vesznek búcsút, tulajdonképpen végső búcsút egymástól. Megsiratják egymást. A mai korban azt mondják, hogy egy igazi férfi nem sír, de ez nem igaz. Egy igazi férfi tud sírni. Itt ráadásul két igazi férfiről van szó, akik valóban sírás közt vesznek búcsút egymástól, egész addig, amíg Dávid erőt nem vesz magán. Van vége a sírásnak is. Emlékezzünk rá, hogy Pál is hasonlóan sír, amikor a milétoszi vénektől vesz búcsút, és tudja, hogy ezeket a presbitereket többé nem látja az életbe. Tudjuk azt, hogy Jézus is sír Jeruzsálem felett, és amikor átgyötrődik egy éjszakát, akkor úgy gyötrődik, hogy vércseppek hullanak a homlokáról. Jézus is elbúcsúzik a tanítványoktól, de, és itt jön a de. Tudjuk, hogy nem annyi az élet, mint amit itt a földön látunk. Tudjuk azt, hogy Jézus a Szentlélek által velünk maradt. Tudjuk azt, hogy szeretteinkkel is, és igaz barátainkkal is találkozunk a mennyek országában újra. Csak átmeneti ez a földi vándorút. Az igazi majd a mennyek országában vár ránk. Addig pedig kötelességünk megtenni, hogy akik fontosak számunkra, annak a családját, családtagjait igyekszünk számon tartani, és ha kell, ha módunk van rá, akkor segíteni. A mai napon nézd meg ki az igaz barátod, és vidd Isten elé, imádkozz érte, bár valószínűleg ezt anélkül is megteszed. Nézd meg azt, hogy ebben a bőrben kell-e neked hátralépni, valaki ért, vagy valakivel szemben. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy nem kell kepesztenünk, nem kell törtetnünk, hanem szabad nekünk hátralépni, hogyha azt kell. Köszönjük, hogy adsz olyan igaz barátod, barátokat, akik valóban lelkileg társunk lehetnek, és meg lehet velük mindent osztani, lehet együtt imádkozni velük. Nagy fájdalom, amikor ilyen barátot kell elveszítenünk. Urunk, tudjuk azt, hogy véletlenek még véletlenül sincsenek az életünkbe. Kérünk, hogy te adj bölcsességet, hogy mit hogyan tegyünk. Adj erőt és kitartást a különféle feladatok között. Leginkább pedig vezess úgy minket szent lelkeddel, hogy tudjuk a te szeretetedet, a te evangéliumodat továbbadni. Áld meg, kérünk, ezt a bőti időszakot is. A te nagy neved dicsőségére. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot, áldott hetet mindenkinek!